Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás augusztus 6-áig. Közeledünk hónap végéhez. Mindig így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. E-mailen keresztül feljelentkezhetsz rá. Minden hónapban van egy havi téma. Minden hónapban van egy asztrológiai előrejelzés, minden hónapban bemutatok egy havi angyalt, és minden hónapban van egy kedvezményes jóslás indiai asztrológiával együtt, 10 000 forint helyett 6 000 forintért. És most rátérek a heti jóslásra, hétfő. Hétfő itt látható a hold szimbóluma, mert a hold uralkodik hétfő felett. A hold jelentheti az anyukát, az anyai érzelmeket, de utal álmokra, vágyakra, elképzelésekre is. Ezen a napon, hétfőn a hold Nunki csillag hatása alatt áll, és Nunki csillag vezet bennünket, mutat egy bizonyos helyet, ami fontos lehet számunkra, vagy erőt ad. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, mi történik hétfőn. Itt a madarak jelenthetik a könnyűséget, a vidámságot, és szimbolizálják a kapcsolatokat és a kommunikációt. Kett. A ketti nap Mars bolygó hatása alatt áll. Ez lehet a mi életerőnk, vagy jelentheti a férfiakat, vagy a lelki társadat. Ezen a napon kedden teli hold van. A teli hold megvilágít valamit. Itt a téma most külföldi kapcsolatok, utazások, változások, egy bizonyos irány. És megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt a kasza jelentheti azt, hogy lesz termés. Amit még jelenthet, hogy történik valami, amire nem számítasz. Amit a kasza még jelenthet, hogy elvág valamit, eltávolít valamit, negatív gondolatokat, vagy félelmeket, vagy bizonyos kapcsolatokat. Szerda az Merkur bolygó hatása alatt áll, jelenti a cselekvéseket, a szerződéseket, a kapcsolatokat, a tanulást, a kommunikációt. Ezen a napon Lilith energia van. A Lilith energia azt jelenti, hogy a hold a pályáján eléri most ezúttal azt a pontot, ami közel van a Földhöz. Itt kedden a teli hold nagy lesz, látható lesz, hiszen közel van a Földhöz. Szerdán, itt a szerdai napon ez a Lilith energia kiváltja nálunk a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket, és mivel a hold közel van a Földhöz, és a Föld jelenti a reális dolgokat, ez az álom most megvalósítható. Itt a hold látható, tehát tényleg álmokról, vágyakról van szó, sőt, én ajánlanék ezen a napon egy szertartást. Gyújts meg egy gyertyát, helyezd magad kényelembe, gondolj arra,
vagy arra a személyre, akiről álmodozol, és próbáld meg ezt úgy elképzelni, hogy ez a párkapcsolat most megvalósul. A csütörtöki nap Jupiter hatása alatt van. Jupiter az jelenti a szerencsét, hiszen a szerencse bolygója. Itt a csillagok is szerencsét hoznak, tehát csütörtökön egy bizonyos helyzetben szerencséd lesz. Péntek az Vénusz bolygó hatása alatt áll, jelenti a szerelmi kapcsolatokat, és utal ránk, hölgyekre. Itt a koporsó. Lehet ugyan egy örökösödési ügy is. De jelenthet régi kapcsolatokat, hogy valaki visszatér a múltból, ez kihathat a szerelemre. Azt is jelentheti, hogy mi hölgyek most lezárunk valamit. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik, a sors bolygója, őriz kármikus témákat, tanít bennünket. Mi történik szombaton? Itt lesz egy fontos hír, esetleg egy szerződés. Itt középen a nap szimbóluma látható, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt van a szerencse. A nap megvilágít valamit, ami szerencsét hoz. A nap jelentheti az apukát, vagy az apai témákat is, akkor itt most jó a kapcsolat. Amit a nap még jelent, a mi saját énünk. Ha úgy képzeljük el az életünket, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja azt, hogy itt mi játsszuk a főszerepet. Mi állunk a középpontban, ami szerencsét hoz vasárnap, vagy lesz egy bizonyos helyzet, ami boldoggá tesz bennünket. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!